Szevasz, Zsófikám, hát mindig jobbra számít az ember. De ha már itt vagy, már megint... Sose lesz olyan szerencséd. Hát azt még nem lehet tudni. Na, de nem baj. De ha már itt vagy, akkor. Hallottam, hogy múltkor nem jutott a nagy buliba neked töki pompos, azaz kenyérlángos. Igen. Akkor most ezt megtanítanám neked, ha te is szeretnéd. Akkor most senki másnak nem fog jutni, de ez nem baj, próbálkozunk meg. Jó, a gyűrűt le kéne venni a kezedbe. Pont azt akartam mondani, hogy rendes kislány leszek. Jobb kezes, bal kezes, és csak egy kézzel megyünk bele az anyagba. Kb. Addig a 2 percig. Na, nem bánom. Sőt, hát igazából nem hoztam hajgumit, de... Hát ez pedig nagyon jó lenne, ha jadatol. Okos kislány feltalálja magát és megoldja a problémát. Gések a tej a házba, azaz a konyha tévébe. Nem csinálunk valami ilyesmi kaját, hogy passzoljon? Nem, mert az is lesz. Jó. Csak akkor késeket szórunk. A hajamba? Aha. Legjobb. Na, kérlek szépen. Töki pompos ez az, kenyérlángos. Régi paraszti étel. Ma fesztiválkaja. Így van, és ma imádják. Mindig ugye a magyar konyhában az a lényeg, hogy mindig az egyszerű, a nagyszerű. Ugye ez nem kell más, mint víz, só, liszt, élesztő. Ennyi az egész történet, ugye, mert kenyérhöz tartozik. No, akkor ebbe bekeverjük. Megint ilyen mocsingos lesz a kezem. De még mielőtt bármit csinálnánk, ezt a élesztőt ezt kicsit morzsolt bele ebbe a langyos vízbe, hogy így morzsolékosabb legyen, igen. Nem kell az egészet, várj, egy picit levágok belőle, mert nehogy sok legyen. Azt jó, azt a részét. Direkt hagyja rám amúgy az ilyen genyós munkát. Gyorsan, mert ki nem hűl a vízike, kicsit föl kell futnia, nem nagyon. Nekem kell, bele is nyúljak? Nem kell. Ezt ő már maga elintézi, kis gombácskák beindulnak. Ezt oda futottak még kategóriába, nagyon jó. Én meg veszek magamnak egy ilyet, hogy nem mindig az ő zsebében hát munkáljak. Hát épp ideje. No, kérlek szépen. Lisztecske. Ez körülbelül egy fél kilónyi. Nagyjából. Lisztet, sót, parancsolj. Na megint mondom, az én hogy csiketem. Mennyit, igen, addig ő megindul. Még bőven, még egyszer, hogy ezek a finom sokkal-sokkal többet. Biztos só ez? Sokkal többet kell gyártani, igen. De az így nyaljál bele. Ugye, milyen jó, ügyes vagy. Még, ugottan, ne félj tőle. Erre inni kell. Ezt finom az egyik kezed, de egyik kezdel megfogod, a jobb kézzel pedig. A jobb kezes vagy, hogy bal? Még mindig jobb, de már annyiszor akkor elmondtam neki. Soha nem lehet tudni nála, Zsófi. Ja, hogy reggel úgy kelek föl, hogy úgy, hogy már balkezes vagyok. Igen, porozni nem kell, nem beporzó permetezés. Bocsi. Hoppács, na te jó Isten, még az órát is képes beletenni ezt. Az nem az órám volt. Nagyon klassz. Kiskoromban ez sokkal viccesebb volt. Igen. Elteszünk egy kis burgonyát. Most már tényleg múlt. Főt áttört hideg burgonya. Igen, csodás lesz. Ezt is így össze. Kicsit így finoman, nem kell mászkodni, csak hogy... Ezt csak kavarjam, ne törjem össze? Immelámmal, igen, igen. Immelámmal? Na, abban nagyon jó vagyok, hogy valamit immelámmal csináljak. Csuki vagy. Csak az megy. Nagyon jó. Egy picikét ebből. Itt már retkeltem. Tessék, parancsoljon. Ebben most tényleg nyúljak bele? Igen, egyik kezeddel a holnál. Elmegy az ember körmöshöz, hogy ne fekete legyen. Közben a kezed is. Hogy rendes legyek, és akkor így belenyúlkászoltak engem ilyenekbe. Körbe, lágya, nyúljál alá, így. Úgy bizony. Nagyon jól csinálod, igen. Kérdezed, amikor a parasztasszonyok 8-10 kiló lisztből csináltak? Teknőbe? Leszakadt az égai, és mire kidagasztották? Ez csak egy fél kiló liszt. Valószínűleg. Még egy 8-at. Ha ez nem oldja le a köröm lakkomat, akkor semmi egyébként. De most már javulási tendenciádról, mert ugye feketét fölcserélted egy ilyen rapszódikusabb pirosra. Ez. Jó, ne játszunk az étellel, hanem készítsen, mert így soha nem lesz belőle anyag. Hát rajtam múlik, tényleg az, nem? Az nagyon jó, Jófikám. Csak bele a kemény, a sűrűjébe, azaz. Ez botrány. Botrány, milyen finom lesz, mert meglátod. Egyszerűbb kajákat nem lehetett volna csinálni. Hát ez a legegyszerűbb. Ez? Igen. Ezt azért találták ki, amikor fel volt hűtve a kemence annak idején. Egy darabot bedobtak, ebből bevetettek úgymond lapáton. Hát de bedobni a kemencébe persze, hogy egyszerű, csak megcsinálni igen. Azt, amit bedobsz a medencébe. Igen. És akkor a gyerekeknek meg volt a reggel, és megtudta a háziasszony, hogy milyen lehet-e kenyeret már tenni be. Milyen hőmérsékletű a kemencé, akkor nem voltak veszmérők. Nézd meg, dobáld mellé, eldobtam. Ez is egy fél adag. Nyomjuk most gyorsabban. Hú, ez nem finom. Át kéne kapcsolni a kettes fokozatba. Jó. Ha füstölni fog,
és alulról is meg, hogy minél több levegőt viszünk a tésztába, annál könnyebb lesz vele dolgozni. De azért kell így hozzá forgatni, igen, nem? Így van. De, hogy az a tálat nem. A tálat nem. De hát ezt forgatni kell, hogy levegőt tudjak alá tenni. Sajnálom, te akartad, hogy megtanulják. Rosszabb, mint a Nokelli máj. Csinálja, kérem, igen. Mert hogyha nem forgatom a tálat, akkor így állna a kezem. Egy kicsit habocskák, jönnek ott olyan kis gombócok, meg levegőbuborékok. Ez egy ilyen dolog. Sose fogok ilyet csinálni. Értem, hogy sose. Sohasem nem. Nagyon jó. Hát látjátok, ilyen a világ. Mai fiatalok nagyon keményen hajtanak a megfelelő szintig, de hát nagyon nehezen jön össze, de próbálkozik azért. Van benne egy kis kurázsi. Segítsek? Hát most elgondolkoztam rajta. De én már nem nyúlnék bele. Elgondolkoztam rajta, hogy kezet cserélek, de rájöttem, hogy bal kézzel. Nem, ez nagyon jó. Mindjárt kész vagyunk különben. Így jó 20 perc is meg vagyunk. Szerintem én ilyet nem csinálok, de Halloween megyek. Nyomjad, ne izgulj. Csodálatos. Nem kell feküdni az is. Hát de valahogy támasztanom kell magam, hát ez rohadt nehéz. Hát ilyen az élet. Bal ne oda kent, de az nem de jó. Ezt muszáj azt a kicsit, majd mert utána kezet mostál. Először igen, mindent, amit tudsz, kenjél le. Igen. Milyen vicces. Ugye? Milyen érdekes, meg játszik is vele. Nagyon jó, kész, itt végeztünk is. Leszórjuk egy kicsit, és eltesszük kicsit dagasztani, és akkor egy fél óra múlva jó lesz. Új áruval megcsináljuk a tésztát, készítjük. Ennyi hát én megyek fürödni szerintem. Menjél fürödni. Nos, hát eltelt egy 30 perc, gyönyörűen megkelt a tésztánk, ezt sikerült kihoznunk belőle, és csak föl kell építenünk az igazi lángos tésztára valókat. Fesztivál eledel. Így van, fesztivál eledel, ezt minden fiatal szereti, mert, de miért szereti főképp, mert sétálni tud vele. Nem kell megállni, vágni a húsikát. Hát nekem nem ez jutott eszembe, hogy miért. Nagyon jó íze van. Fesztiválon. Nagyon jó íze van. Na következő finom. Akkor. Zsófikám, egy laza kenést evel a tejfölök. Lehet kenni nyugodtan, szép lucskosra. Mindenhol legyen rajta, innen elkezdve persze. És így kenjem is el? Így van. Aha. De mindenhol kerül. Nem baj, hogyha lecsúszik róla. Jó, inkább lejjebb, hogy köré persze, is menjem, mint persze. Hogy... De köré nem kell, direktbe, de ha véletlenül... Nem direktbe gondolom. Az elég vastag a tészt, azért annak kell egy kis átmenet, hogy ne úgy legyen, mint a pizza. Így. Vidéken volt elég tej, volt elég tejföl, tehén. Az lehet, hogy én olyat láttam, hogy ecsettel kenték? Hát azt nem hiszem. Akkor nagyon vékony a tejföl, az már tejszín. Nem, hanem ez a nagy ecset, az a szobafestő vázoló. Lehet aztán, hogy valami mást kentek vele. De az már spórolós, nem szeretem. Legyen jó lucskos, ahogy kell. Jó, elég is lesz. Nagyon jó, akkor ezt a sajtot meg kéne reszelni, mondjuk. Előre reszeljük le, és úgy kezdem el szórni, vagy fölötte? Hát, hogyha meg tudod oldani, hogy ezt be tudod osztani ide, akkor... Nem tudom, ki van zárva, úgyhogy én inkább hozok egy kis. Akkor egy edénybe. Kerítettem tányért, mert én ilyen ügyes nagylány vagyok. Nagy lyukú, kis lyukú? Nagy. Összejed, Zsófikám. Ügyeskedjél. Lesz belőle valami, remélem, hogy jó kis fakanálforgató ölgyemény. Hát éhen nem fog halni, ez már tuti. Hát nagyon bízom benne, hogy ezeket otthon is előhozod. Hát ezt 100%, ez volt biztos. Hát ennek őszintén örülök. Mert igazából ez mindig csak eszem a fesztiválokon, meg az összes ilyen kiülős kis akármilyen ilyen rendezvényem. Picit álljunk le. Meg kell egy kicsit liszterizni, hogy összeragadjon, tudod, ez olyan dolog, egy kicsit így, ez is egy ilyen. Ez komoly? Ez komoly. Mert akkor nem is tudtam. Mert akkor nem tudod szórni, hogyha egyébként ez mindig probléma. Nekem ez problémám, most, hogy én ezt elkezdem most éreztelni. Most már ez se lesz probléma. És ilyen gócokba megmarad így a spagettin, meg a mit tudom én, ilyen egyszerű kajákon, de... Hát ennek ez a kis apró, ez tök jó. Az egészet lereszálljam? Az egészet, igen. Újjaj, félek, hogy piros kis csíkok is lesznek benne. Hát azt ne, körmületed, hogy ezt ne. Igyekszem belereszelni. Jó, azt pöcsköt már pöcsköljük. Szerintem tegyünk még rá liftet. Jó. Akkor ezt elrágom. Ezt meg elrágod kis egér módjára, igen. No, akkor ezt... Jó. Így kell kezdeni. A szép sop egyenletesen az, de hogy mindenhova jusson. A szélekre is, természetesen. De utána nem tudjuk fölvenni, hogyha rosszul osztod be. Milyen volt a dagasztás amúgy? Tök jó. Kicsit nehéz munka, de meghozza a gyümölcsöt. Igazából. Szerintem. Igaz?
Attól félek, hogy izomlázam lesz holnapra tőle. Hát majd amikor haverod, hogy megkérjek, hogy egy 4-5 kilókot döntsön. Viccesz? Majd befogom őket, nehogy már én csinálom egyedül. Befogod a fiúkat, világos. Izmos fiúk, így van, erre vannak kitalálva. Így. Ez beleolvad szépen. Mind múlik az, vagy az csak ilyen sima... Mi? Én hogy szeretem, ki hogy szereti dolog, hogy mit teszünk rá feltétlenül? Hát van, aki füstölt kolba, ezt tesz rá, apróra vágó, van, aki töpörtjét. Mert én ismerem az ilyen asszonyverő, meg mit tudom én, ilyen-olyan fantázia névre hallgatott hát általában történeteket. Általában császárszalonát szokták rátenni, mikor az kiolvad, megolvad a sajt, akkor kész is van. Kap egy kis anyagot, egy kis pirtrát, a kemencébe teljesen más, mint a sütőbe. Már elrontani nem lehet szerintem. Igaz, aki, hát ezt van. Még talán te se tudod elrontani. Pedig... Próbálkozol erős. Pedig én azért ebben különösen tehetséges vagyok, de... Hát, ha. Na, Zsófikám, akkor még egy kis fokhagymával megkínáljuk. Mégis legyen egy kis kellemes élménye is az embereknek. Igazából én már sokkot kaptam, már csak azt látom, hogy kész legyen. Na, akkor ezeket szépen pakold rá tetejére. De előtte még egy kis laza hagymácskával megszórjuk. Hát nem egy randi kaja, azért nem. Ezt remélem, hogy mindenki fogja. Na mind a ketten eztek belőle, akkor nincs baj. Hát akkor nincs. Csokkáló, finom, nem büdös. Nagyon jó kis kaja lesz ez, kérlek szépen. Ennyi. Én ezt tudom. Ennyi szépen elpakolod a húsocskát, húsos szalonnát rajta. És csodálatos készítmény lesz. Egy húrával betesszük a sütőbe, és már jó kis vagyunk. Hoppá! Hát, hogy nagyjából szorcan a szél, hogy rá tudjon csurogni. Ez a finom, ízes... Zsírja? Zsírja. Manga, lici. Segítek, jó, én is. Jó. Hamarabb végzünk. Az biztos. Na, nem baj, hogyha egy kicsit több a történet. Okay. Ezek isteni pörcök lesznek, ha megsülnek. Akkor a nagy fiúk lesznek. Miért nem vártuk ilyen nagyon picike kis kockákra? Nem, mert ez már előre szeletett, és ezt nem igazán ja, lehet. Az már túl vékony lett volna a kockásításhoz. Lehet kapni azt is különben. Kockásítás. Csak alsót kell kockázni, hogy... Véreket eszek, azt megütött. Az én kocka hasamról nem is beszélve. A tiéd is kocka, csak a tiéd is egybe kocka. Igen, csak is gömbölyű. Levágott sarkú kocka. Így igaz. No. Meg is olnánk, akkor betesszük a... Azért ez 200 fok. Olyan szépen csináltuk egyszerre, míg nem tudom, figyeltétek el. Előrántottuk és... Nélkül nem is tudnék dolgozni. Kezet töröltünk. Tessék, kérlek szépen. Helyezd be a finomságot. Atya-gatya, hova? Oda. Ide? Alul, egyel arrébb. És lelkesen várjuk, hogy elkészüljön. Én legalábbis. Nézzük meg, kész a pompa? Mit alkottunk? Nagyon jó. Csodálatos. Hát a zene szólra, most azért kicsit fesztiválos hangulat. Da-da-da-dam, a Zsófi készítménye. Ne énekel szerintem. Itt szalad mindenki. Igen, ne borzasztok el a nézőket. Jó étel lett ebből, kérem szépen, na nézzük meg. Akkor körbevágjuk. Ilyenkor önkem itt Zsófika melléken, meg mellékszor. Nem baj, de mindenhol takarja. Hisz mindenki úgy fizet érte. Amúgy még mindig a ropogós lészek a legjobb. Mindenhol legyen minden. Az beszkezett? Vagy az évek meg a rutin? Az évek. Nekem nem 7 bőrrétegem, hanem 9. És abban kettő el van halva, az első kettő. Hú, de jó. Én maradok a konyharuhánál meg a kis kesztyűnél. Na, akkor én ezt összisvágom, azt mondja, hogy itt a közepe. Honnan tudod ilyenkor vágás közben, hogy jó lett az ág, hogy nem ragad rá a késre, vagy mi? Igen, hát az alja már így kész, látod. Aha! Tökéletes. Azt akartam kérdezni, hogy van nekünk ilyen szedőlapátunk? Van. És akkor? Hopp, ott még, igen. Nagyon
A lényeg. A lényeg leesett. Úristen, ilyet sose hagyunk ott. Na. Ami jár, az jár, igaz? Így van. Tessék, parancsol. Eduardo, töki pompili. Ez valami csodálatos. Még kicsit várni kell vele, de szerintem foglalkozás elérte célját. És akkor ezt most már meg lehet most már enni? Hát edd meg, amit főztél. Hát ha az beszám lenne, akkor most neki esnék, de még nem fogok. Ezt is sikerült, ráderül. Sikerült. Igen, ügyes kislány megtanulta ezt is főzni. Összejött, hát hazudok én? Hát...